Sok szeretettel köszöntök én is mindenkit a mai délutánon, akik személyesen jelen vagytok, és akik a közvetítésünket nézik. És a mai alkalommal a elmúlt szolgálatom során megkezdett témát folytatnám. Lehet, hogy nem fogom ma sem befejezni, megpróbálom, de ha nem, akkor majd egy harmadik részben fogom folytatni. Az alapigét hasonlóan a múltkori alkalomhoz a zsidókhoz írt levél 12. részéből szeretném felolvasni, csak most a 14. verstől szeretném felolvasni a ige szakaszt a 17. versig. Tehát zsidókhoz írt levél 12. rész 14-től 17-ig. Törekedjetek mindenkivel a békességre és a megszentelődésre, amely nélkül senki sem látja meg az Urat, vigyázva arra, hogy az Isten kegyelmétől ne szakadjon el senki, nehogy a keserűség bármely gyökere felnövekedve zavart keltsen, és ez sokakat megfertőzzön. Ne legyen senki parázna vagy istentelen, mint Ézsau, aki egyetlen ételért eladta elsőszülöttségi jogát, mert tudjátok, hogy később, amikor örökölni akarta az áldást, elutasították, mert nem találta meg a megbánás helyét, noha könnyek között kereste. Az elmúlt alkalommal, ezek alapján, az igék alapján beszéltem már néhány dolgot a keserűség gyökeréről, és az alkalom elején beszéltem a hívő életnek a mindennapi harcairól, küzdelméről, és hogy egy folyamatos vándorlásban vagyunk, hogy a végcélunkig, Isten királyságába bejussunk hitben, kegyelemben, és ezen az úton bizony, ami a Kánaánba vezet, vannak nehézségek, ezért vigyázni kell a járásunkra, az életmódunkra, az életvitelünkre. És láthattuk, hogy Egyiptomból kijött Izrael népének is az első akadálya és az első próbája a pusztai vándorlás során mára volt. És beszéltem arról, hogy a keserűség az egy megrothat, megromlott harag, lerendezetlen dolgoknak a fel nem dolgozatlan eseményeknek a gyűjteménye, amely először a lelkünkön keresztül jut be a személyiségünkbe, aztán pedig, hogyha innen nem dobjuk ki, innen nem vetjük ki, akkor bizony ez az embernek a szellemébe, a szívébe, a személyiségének a legmélyébe hatol be, ott ereszti le a gyökereit, és okoz különböző problémákat, és a legsúlyosabb probléma az, hogy nem csak magát az illetőt teszi tönkre, az életét, hanem bizony másokat is meg tud fertőzni, másokat is tönkre tud tenni az életével. Megemlítettem néhány dolgot, amely oda vezethet, hogy valaki keserűvé válik, vagy megkeseredik az élete. Ilyen elsősorban a harag, amikor megbántanak bennünket, és valamilyen nagyon mélységes haragot érzünk, és beszéltem arról is, hogy a harag a Bibliában egy semleges dolog, nem egy velejéig rossz és gonosz dolog, hanem a lelkünknek egy védekező mechanizmusa, amely hasonló erővel löki ki a támadást, ami éri a személyiségünket, de van egy pont, amin túl nem mehetünk, ezért mondja az írás, hogy ám haragudjatok, de ne vétkezzetek, haragotok ne menjen le a nappal, pontosan azért, hogy azt a mennyiséget, amellyel szemben nekünk ellen kell állni, nem léphetjük túl, például nem átkozódhatunk, nem szíthatunk másokat, nem káromolhatunk, és nem vehetünk rajta elég tételt fizikailag, bár sokszor azt szeretnénk, hanem van egy bizonyos pont, amíg azt mondjuk, hogy meg kell állni, mert az ember haragja Isten munkáját, nem szolgálja. Aztán beszéltem a különböző csalódásokról és kudarcokról, gyülekezetben a törvénytelenségről, vagy valakinek konkrétan a hit krízisikkel van baja, hogy Isten beleviszi őt bizonyos nehéz szituációkba és helyzetekbe, nem tudja feldolgozni azt, hogy most egy nagyon nehéz időszakon megy keresztül, nem látja meg benne Istennek a munkáját, vagy ahogy a 12. rész eleje kezdődik, nem látja meg, hogy Istennek éppen a fegyelmező munkájában van benne, és emiatt magára konkrétan Istenre sértődik meg, Istenre haragszik meg, Istennel szemben táplál a szívében és a lelkében egyfajta keserűséget. És nem mentem részletesen bele, ez külön tanulmányokat igényelne, illetve nagyon sokrétű és összetett dolog, hogy a keserűség már egészen gyerekkorban beléphet egy gyermeknek az életébe, akár onnan, hogy mondjuk a szülei abortálni akarták őt, és nem akarták, hogy megszülessen, aztán a gyermekkori traumák és krízisek a családban szintén vezethetnek keserűséghez, az elhanyagoltságnak az állapota, aztán óvodában, iskolában a tekintélyekkel kapcsolatos konfliktus, vagy éppen kikezdik őt a tanárok vagy a pedagógusok, ez is okozhat egyfajta keserűséget, és később majd a
tekintélyellenességben fog ez megnyilvánulni, és a gyülekezetben is problémák lesznek vele, hogy akár a gyülekezet vezetőségének, vagy konkrétan magának Istennek a tekintélyét elfogadja egy közösségben, egy gyülekezetben. Aztán, amikor kicsit nagyobbak lesznek a gyermekek, tinédzserkorban, és elkezdődik mondjuk a barátkozásnak az időszaka, illetve néha a szerelemnek az időszaka, akkor a csalódások, a kudarcok, osztálytársak kiközösítése szintén okozhat keserűséget a munkahely világában, a főnök vagy a munkatársaknak a hozzáállása. Gyülekezetben a testvéri közösség is okozhat problémát, és szintén nagy konfliktus forrás lehet a keserűség kapcsán maga a házasságnak a kérdése. Ez annyira nagyon fontos téma a Bibliában, hogy maga Pál apostol konkrétan fel is hívja a férfiak figyelmét, hogy ne legyenek keserűek a feleségük irányába. Néha az asszonyok csinálnak olyan dolgot, ami nem teljesen kompatibilis a férfi gondolkodásmódjával, és akkor bizony hajlamosak arra, hogy keserűséget tápláljanak, tehát amikor egy hölgy 8-10 óra jön haza a boltból, akkor olcsón vert mindent természetesen, úgyhogy a férfi ezt nem mindig tudja feldolgozni, de igyekszik, és jó esetben ez sikerül is. És két fontos igét olvastam fel, ami a keserűségnek a létrejöttét, illetve állandósulását bemutatja. Az egyik ilyen ige volt a Példabeszédek könyvéből, a 14:10-ben van, hogy a szív tudja az ő lelke keserűségét, és az ő örömében idegen nem részes. És az embernek a szíve, a Bibliában az a szellemi részünk, ez a legbensőbb részünk, tisztában van azzal, hogy a léleknek milyen problémája van a keserűséggel, ezért fontos, hogy ne eresszük be, ne engedjük, hogy meggyökerezzen a szívünkbe a keserűség, mert később ezt a funkcióját nagyon minimális mértékben fogja tudni érvényesíteni, hogyha ez a keserűség gyökere teljesen behálózza a szívet, teljesen betölti a szívet. Simon mágus idáig jutott el, hogy Rálamán konkrétan a keserűség kötelékéről olvasunk, nem is a gyökeréről, hanem gyakorlatilag teljesen körbefonta a szívét neki, és teljes mértékben leuralta és befolyásolta az életét, és ahogy mondtam, az ember szellemi része a Biblia szerint, ide tartozik az Istennel való közösségünk, a kommunió, ide tartozik a lelkiismeretünk, és a intuíció, vagyis az Istennel való kijelentéseknek az átvétele, és a keserűség gyökere, hogyha ezt megtámadja, akkor bizony komoly probléma lehet, mert ha például a lelkiismereti részt fonja be legelőször, akkor sokkal hamarabb leszünk érzéketlenek a bűnre, és a további bűnök elkövetését egész egyszerűen természetesnek fogjuk venni, sőt egy bizonyos ponton túl már jogosnak is tartjuk azt, hogy engem megbántottak, megsértettek, akkor én is hasonló módon viselkedjek. És a Jeremiás 4:18-ban olvashattuk még, maga viseleted és cselekedeted okozták ezt neked, a te gonoszságod bizony keserű, egészen a szívedig ér. Vagyis van a gonoszságnak, a keserűségnek egy olyan fajtája, ami el tud jutni a szívig, és beszéltem arra, hogy itt a héber kifejezés, amit itt a szívedig ér, így fordít a mi Bibliánk, ez szó szerint azt jelenti, hogy megérint és bántalmaz. Hát a keserűség elkezdi bántalmazni a szívet, elkezdi megérinteni, és ha nem dobjuk ki belőle, akkor szépen elkezdi a magját belehelyezni, és elkezdi elhinteni. Ezért fontos, hogy a megbocsátás kapcsán, illetve a keserűség védelmi rendszerében az első dolgunk majd mindig az lesz, hogy tanuljunk meg megbocsátani, tanuljunk meg elengedni, és tulajdonképpen az elengedés tudománya a keserűség gyökerével való harcnak az első lépése, hogy tudjunk meg minél hamarabb elengedni dolgokat, tudjunk meg minél hamarabb megbocsátani, ne menjen le a nap a mi haragunkon, ne hordozzuk a sértődést, és mindazokat a dolgokat, amelyek táptalai lesznek majd annak, hogy esetleg a szívünkbe, a személyiségünk legmélyébe kapaszkodjon bele ez a dolog. És ott hagytuk abba, hogy néhány bibliai példát szeretnék bemutatni a Szentírás alapján, hogy voltak győztesek és voltak vesztesek a bibliai történetekben, akiknek sikerült győzni, és voltak olyanok, akiknek nem sikerült győzni. És hogy tanulmányoztam a Bibliát ezzel a kérdéssel kapcsolatban, és majd a tünetekről is fogok beszélni. Nyilván nem Freud és Jungi mélységekbe szeretnék belemenni itt, különösen nem a lelki gondozás kapcsán. Ez az ajándék nekem nem maradott, és nem is szoktam ebben az ajándékban forgolódni, de egy kis segítséget szeretnék adni azoknak, akik testvérekkel foglalkoznak, és esetleg ilyen problémával küszködő személyeket látnak. És röviden beszéltem arról is, különösen Simon mágus kapcsán, hogy a keserűség gyökere egy nagyon zsivány dolog, a sátánnak egy olyan eszköze, amelynek mindig az a célja, hogy a figyelmet elfordítsa a keserűség gyökerétől, és mindig csak a gyümölccsel kezdjenek el foglalkozni.
mint például Simon Mágus esetében is a hatalomvágyal, a pénzvágyal, a kontroll iránti mániával, és Péter apostolnak a lelkek megítélésének az ajándéka, a tudomány beszéde kellett ahhoz, hogy leleplezze ezt a gonoszságot, ami a szívében benne volt Simon Mágusnak, senki más nem látta rajta kívül, hogy neki minden problémája és gyökere pontosan a keserűségben leledzik, és ezért fontos azoknak a szolgáltatóknak, akik ilyen lelki gondozásban, tanácsadásban szolgálnak, hogy mindig figyeljenek oda a Szentlélek vezetésére és hangjára, hogy ne csak mindig a felszínt próbálják meg kezelni, hanem egészen próbáljanak meg lehatóan a gyökerekig, és a problémát itt orvosolni. Nézzük az első személyt, akiről itt a felolvasott ige szakaszban szó van, ez pedig Ézsau. Ő az első olyan ember a Bibliában, akivel a keserűség kapcsolatban nagyon sok minden összejön, és azt olvashattuk, hogy a első szülöttségét eladta, és ha jól emlékeztek a bibliai történetre, miért adta el az első szülöttségét Ézsau? Egy tál ételért. Miért? Volt egy megkeseredett élete, emlékeztettek rá, hogy mit mondott, hogy minek nekem az élet. Nincs szükségem Isten áldására, nincs szükségem az első szülöttségre, egyik napról a másikra élek, engem nem érdekel semmi, egy tál ételért el fogom adni az első szülöttségemet. Jákob nyilván ravasz volt és rázumolt erre a dologra, és azonnal még aznap meg is szerezte ezt az első szülöttséget. És ha józanul belegondoltok, hogy milyen durva lehet az, hogy az első szülöttségnek mi volt az első áldása? A kétszeres rész. Tehát Izsák áldásából, Ábrahám áldásából a kétszeres részt eladta egy tálencséért, mondjuk 500 forintért. Óriási kontraszt van. Egy megtévesztett embernek a gondolkodásmódja ez, aki nem tudja értékelni Isten áldásait, nem tudja értékelni javait. Ennyiben nézi azt, amit Isten ad neki. Ennyiben nézi azt, hogy ő lehet esetleg Ábrahám örököse. Ennyiben nézi azt, hogy esetleg ő viszi tovább az áldás vonalát, ha valami Jákobbal történik. Semmit nem számított neki. És azt olvashatjuk a 26. rész végén, majd mindjárt átérünk Izsákra és Rebekára, hogy feleségül vesz, ráadásul még kánaánit a nőket, beszennyezi azt a sém által létrehozott vérvonalat, amit Isten pontosan az üdvösség miatt hozott létre. Erről beszéltem a sorozatban, amikor a bábeli eseményekről szó volt, és behozza a csomó kánaáni szokásokat, behozza a csomó istentelen dolgot a sátrába, a családjába, és ezért nevezi a Biblia istentelennek és paráznának Ézsaut, mert teljesen semmibe veszi Istennek az ígéreteit és az áldásait, és egy olyan életet él, ami teljesen szembe megy azzal, amit Isten ennek a családnak, ennek a generációnak ígért. És aztán azt olvashatjuk még, miután Jákob csellel megszerzi az áldását az apjától, Izsáktól, Ézsau azt mondja, 1 Mózes 27.42-ben Rebekának viszik a hírt, Ézsau azzal fenyeget, hogy megöl téged, mármint Jákobot, és itt szó szerint az szerepel a fenyegetés szónál, hogy megvigasztal. Ézsau azt hitte, hogy ha Jákobot megöli, megöli az áldás hordozóját, megöli az első szülöttségi joggal rendelkező testvérét, mindent visszacsinálhat és mindent visszakaphat. Könnyek között kereste, ment az apjához áldásért, kapott is valamit Izsáktól, de nem tudta megszerezni. Rebeka megtudja, és azt olvashatjuk, hogy majd Jákob el is menekül, és Ézsau így élt el az életét, hogy mindentől meg lett fosztva. Mert volt egy olyan szíve, ami megkeseredett, nem számított neki semmi, még az első szülöttség se, Istennek az áldása sem, és amikor a megtérés helyét kereste, akkor már nem sikerült. És ez azért figyelmeztető számunkra a keserűség gyökerével kapcsolatban, mert van egy olyan pont ebben a megkeseredésben, ebben a keserű állapotban, amikor nem biztos, hogy lesz már visszaút. Nem biztos, hogy már meg lehet találni a megbánás és a megtérés helyét. Idáig el tud jutni a keserűségnek ez az állapota, és szintén még beszédes az is, hogy amikor Jákob elmegyen, mert nem akarják, hogy Kánaánit a nőket vegyen feleségül, mint Ézsau, akkor Ézsau mit csinál? Két izmaelit a nőt, csak azért is még feleségül vesz. Tehát még inkább bosszantja a szüleit, teljesen megromlott az élete és a személyisége. Ezért is hozza fel itt a keserűség gyökere kapcsán példának a Szentírás, hogy ne legyen senki olyan, mint Ézsau volt, aki megveti Istennek az áldásait, Istennek a kegyelmét, Istennek a gazdagságát, a mennyei örökséget,
és lemond róla Pityaner dolgokért. Pityaner dolgokért odaadja az Istentől kapott javait, az Istentől neki rendelt dolgokat, és ma a nyugati egyházban is sokat lehet ezt látni, hogy a megélhetésért, a különböző társadalmi elismerésért behódolnak, és egy talentért eladják a bibliai értékeket, a bibliai igazságokat, a Szentírásnak a kijelentéseit felülírják a progresszivitással. Miért? Mert nincs már látásuk. Nem hisznek abban, hogy van egy Isten, aki igazságot tud tenni, nem hisznek, hogy van egy Isten, aki meg tud engem áldani, nem hiszek egy olyan Istenben, aki a Biblia alapján leírtakat be fogja teljesíteni az életemben. Erről szól Ézsónak a története. Az első ember, legyen egy figyelmeztetés is példa előttünk, hogy ne menjünk el idáig, ne jussunk el abba a helyzetbe, hogy már ne legyen visszaút, ne találjuk meg a megbánás helyét, ne találjuk meg a visszaútnak a lehetőségét. A másik ilyen személy, házaspár, Izsák és Rebeka. Azt olvashatjuk az 1 Mózes 26:34-35-ben, mikor Ézsau 40 esztendős volt, feleségül vette Juditot, a Hettita Beéri leányát és Boszmatot, a Hettita Elon leányát. És ezek megkeserítették Izsák és Rebeka lelkét. Nagyon érdekes a történet, ugyanis itt a eredeti szövegben, majd a máshol látni fogjuk, hogy milyen fontos különbség ez, hogy itt nem a nefes kifejezés van, ami az ember lelkére vonatkozik az Ószövetségben, hanem a ruach. Tehát Izsák és Rebeka a szellemében keseredett meg, állandósult a szellemükben egy olyan állapot, ami miatt megkeseredtek. Izsák helyesen mérte fel a problémát, hogy nagyon-nagyon nagy baj van, mert ezek a kánaáni lányok idejöttek, ezek hozzák a maguk bálványait és erkölcstelenségeit, ebből még nagyon nagy baj lesz. Mi volt a probléma? Rossz választ adott rá. Nem elűzte Ézsaut a nőkkel együtt, hanem megtűrte, és teljesen megkeserítették az életét. És ha megfigyelitek, ugye ez az 1 Mózes 26 végén van ez a két igevers, ha megnézitek előtte Izsákról, mennyi mindent olvashattok. Isten megáldotta őt, megszabadította a feleségét, amikor rossz döntést hoztak, amikor nagyon rossz idő volt, százszoros termés volt, kutakat tudott ásni, forrásai fakadtak, és innentől kezdve, ha megnézitek a 27. résztől, Izsáknak gyakorlatilag véget ér az élete. Megszűnik Isten áldás az életében. Izsáknak mi volt a neve? Nevetés. Jicek. Azt jelenti, hogy nevetés, öröm, vidámság. Ez az ember depressziós lett, halálvágya lett. Megvakult szellemileg, megvakult fizikailag. Körülbelül 120 éves, amikor a Jákobnak adott áldása megtörténik, többféle számítás van, most nem is ez a lényeg, és utána még ugye tudjuk, hogy 180 éves korában hal meg, és eltelik úgy 80 év, 60-80 év, hogy semmi nem történik az életében Isten munkájából, ami előtte lévő 100 évben megtörtént. Teljesen ketté tört az élete. És annyira súlyos volt ez az állapot még Rebeka életében is, hogy amikor az áldással van kapcsolatban, akkor azt mondja Izsák, ő meg akar halni, mindenki a halálát várja, pedig még él vagy 50-60 évet az áldás után, megvakul szellemileg, megvakul lelkileg, a felesége becsapja őt, a gyerekei összejátszanak ellene. Döbbenetes. Egy ilyen áldott családban bejön a keserűség gyökere, megfertőz mindent, és tönkreteszi a kapcsolatokat. Azt olvashatjuk az 1 Mózes 27:46-ban, Izsáknak pedig ezt mondta Rebeka. Belefáradtam az életbe a hettita leányoknak. Ha Jákob is a hettita leányok közül vesz feleséget, ennek az országnak a lakói közül valót, minek nekem az élet? Itt a belefáradtam szó szerint azt jelenti, hogy megundorodtam az élettől. Rebeka is meg akart halni. Az egész család depressziós, halálvágyal van tele, mennek a játszmázások, és mindenki azt várja, hogy az öreg meghaljon, az áldásokat megszerezzék, és teljesen széthullik egy család élete. Miért? Mert Izsák rossz választ adott, és Rebeka rossz választ adott egy problémára, egy krízisre, nem tudták megbocsátani Ézsaúnak ezt a tettét, nem tudták jól lereagálni, és onnantól kezdve az Istentől kapott látásuk, az Istentől kapott elhívásuk teljesen mellékvágányra futott. Mellékszereplői lettek Isten üsztörténetének, és utána már főleg csak ugye Jákobról és az ő történetéről olvashatunk. És ez azért érdekes, mert ha megnézzük Izsáknak a történetét, számtalan tanulság van benne, például amikor az apja fel akarja áldozni, ő attól nem vált keserűvé. Nem lett lelkileg beteg, hogy az apja feltette egy darab kőre, alá akar gyújtani, és akkor stb. Ő ettől nem lett pszichésen kiborulva, nem kellett vinni gyerekpszichológushoz, meg semmilyen ilyen dologhoz. Ő ebben nem keseredett bele.
De amikor eléri ezt az életkort, és a fia hoz egy rossz döntést, akkor bizony belekeseredik az élete. A példabeszédő könyvében van is egy ilyen ige, hogy vannak olyan gyerekek, akik keserűségévé válnak a szüleinek. Az anyja keserűségévé válik az a gyermek, aki elfordul Istentől, vagy istentelenné válik. Hát bizony vannak ilyen rossz szülő-gyermek kapcsolatok, és a szülő ezt nem tudja jól kezelni, akkor bizony felnőhet benne ez a fajta keserűség. És ahogy mondtam, a keserűségnek itt Izsák életében is láttuk, az volt a célja a gonosznak, a sátánnak, hogy eltérítse az Istentől való útról, letérítse arról az útról, és Izsákból, a nevetés, a vidámság gyermekéből lett egy depressziós, életunt, halálvágyal teli ember, aki úgy valahogy még elvegetált 40-50-60 évig. Nem éri meg így élni. Teljesen tönkretette élete második felét, az, hogy a keserűség egészen a szívébe, a szellemébe hatolt be, teljesen leuralta, befolyásolta a gondolkodásmódját, a döntéseit és a mindennapjait. És majd látni fogjuk, hogy a depresszió mindig az egyik jele, hanem a legfontosabb jele a keserűség gyökerének, amikor már soha semmi nem lesz jó. És így lesznek a vidám keresztényekből, az Isten királyságába, az öröm királyságába elhívott keresztényekből, megfáradt, életunt, depressziós keresztények, akikbe szó szerint hálni jár a lélek, alig várják ma, hogy Jézus visszajöjjön, nem akarunk már élni se, ragadtassunk már el minél hamarabb. És ez nem egy jó dolog. Az ige azt mondja, hogy az élettel betelve kell meghalni. És az élettel betelve meghalni azt jelenti, hogy betöltöttem azt a hivatásomat, küldetésemet, akár a civil életben, akár a gyülekezeti szolgált életben, amit Isten rám bízott. Ez jelenti élettel betelve lenni. Nagyon röviden és egyszerűen. Jó, tehát Izsák és Rebeka, mint házaspárnak ez nem sikerült, és még csak itt egy gondolat, hogy ha esetleg férj és feleség közül valaki elkezd belecsúszni ebbe a dologba, fontos, hogy a másik mellé álljon, támogassa és segítse őt. A következő ilyen szereplőnk József, őt nagyon-nagyon jól ismerjük, és tudjuk azt, hogy József is nagyszerű elhívásokat kap, igaz? Istentől álmokat kap, kijelentéseket kap, nagyszerű karrier áll előtte, testvérei elkezdenek féltékenykedni, irigykedni rá, és tudjuk a történetet, hogy kútba dobják, meg akarják ölni, aztán mégse ölik meg az egyik testvérnek a tanácsára, és kereskedők elviszik Egyiptomba, eladják rabszolgának. És Józsefnek megtört az élete látszólag? Hát látszólag megtört. Rabszolgaságban van, börtönben van, mindenféle problémák és nehézségek vannak, és mégis azt látjuk, hogy Isten elkezdi őt felfelemelni folyamatosan. Mi volt a titka? Nem keseredett meg. És azt olvashatjuk, ez nagyon tetszik, 1 Mózes 45.8.9. Ezt mondja József a testvérének, miután leleplezi magát. Isten küldött el engem előttetek, hogy munkálkodjam a megmaradásotokon e földön, és hogy megmenthesselek titeket nagy szabadítással. Tehát nem ti küldtetek ide engem, hanem Isten, aki engem a fáraó első emberévé és egész házának urává, és Egyiptom egész földjének fejedelmévé tett. Értitek? Józsefben nem volt harag, nem volt keserűség, telve volt megbocsátással és irgalommal. És a legnagyobb nehézség közepette is meglátta, ahhoz, hogy az álmai megvalósuljanak, ezeken az állomásokon keresztül vezet az út. Ennyire egyszerű volt Józsefnek a története. Nem engedte, hogy megkeseredjen a legnagyobb nyomorúság idején, a legnagyobb nehézségek közepette, a börtön legmélyén, amikor minden oka meg lett volna arra, hogy átkozódjon, káromkodjon, szidja az Istent, hogy miért került ide, mikor ilyen nagy ígéretei vannak az Úrnak, azt mondta, hogy engem Isten küldött ide. Meggyőződésem, hogy azért vagyok itt ebben a helyzetben, mert Isten ezt fogja használni az életemben. Ez a hitembere, aki így beszél. És amikor a legkisebb nehézség van, akkor nem megfuramodik, nem ott hagyja a gyülekezetet, nem ott hagyja a szolgálati területét, hanem megáll a lencseföldön, előveszi a szabját, és adja neki. És harcol, és küzd, és nem adja fel. Még ha látszólag minden ellene mond is. És a múltkor ezért mondtam, hogy nem akkor leszel sikeres és győztes keresztény, hanem ha mindent megkapsz az életbe, ami a szíved vágya meg kívánsága, hanem ha Isten belevisz nehézségekbe, belevisz próbákba, belevisz kritikus helyzetekbe, és győztesen jössz ki belőle. Teljesen átformált értékrenddel, gondolkodásmóddal, nagyobb isteni megtapasztalással, erővel, ezt jelenti győztesnek lenni. És Józsefnek sikerült. József nem marcangolta magát nap, mint nap a börtönbe, mert ha ezt teszi, ő nem lett volna a fáraó második embere. Ott maradt volna a börtönbe, egy egyszerű börtöntöltelék lett volna Gósen földjén, Egyiptom földjén. Senki nem lett volna belőle, de nem engedte meg.
hogy a keserűség. Ma testvéreim így bántak velem, mert Isten becsapott engem, meg Isten hazudott nekem, meg apám sem jött utánam keresni. Nem olvassunk ilyet az igében. Meggyőződése volt Józsefnek, hogy Isten azért küldte őt oda, hogy a testvéreit megmentse és megszabadítsa. Meglátta azt, amit a többiek nem láttak meg. Többet látott, szellemi látása volt, hitáltal értette meg ezeket a látomásokat, amelyeket álomban kapott Istentől. Ott volt a szívében, ott őrizte őket, és nem engedte, hogy a keserűség gyökere ezt elhomályosítsa, befonja, tönkre tegye, elnyomja az életében. Ez volt az ő reménysége. Isten mondta, igen, akkor az úgy lesz. Ha börtönben vagyok, ha a rabszolga vagyok, akkor is úgy lesz. Még hogyha a börtönben megígérik, hogy szót emelnek érdekembe, és mégsem emeltek, akkor se csüggett el, hogy nem számíthatott emberekre, nem volt segítség. És megvárta azt az időt, amíg Isten felemeli őt. Nem volt rövid idő, de ki tudta várni, meg tudta várni azt, hogy Isten megsegítse és megszabadítsa őt. Meglátta a nyomorúságában Istennek a tervét. Ezért fontos, hogy szellemi látással rendelkezzünk a jövőnkre nézve. A keserűség mindig meg fogja vakítani az embert. Izsákot is megvakította. Teljesen eltévesztette a célt. De ha nem engedjük be a keserűséget a szívünkbe, hanem inkább Istennek az ígéreteit őrizzük a szívünkbe, akkor el tudjuk azt mondani, mint az ősatyákról olvashatjuk a zsidókhoz írt levélben, hogy hitben haltak ezek meg, távolról látva az ígéretet. Ábrám is sokkal több ígéretet kapott, mint amit a föld életében meg tudott látni vagy tapasztalni. Mert az alapokkal bíró várost várta. És tudta, hogy amit a földön nem fog megvalósulni, az majd a mennyben fog. A mennyben lesz kárpótlás, amit a földön nem volt. És József tudta ezt. József tisztában volt ezzel az örökséggel. Tisztában volt Ábrahám, Jákob és Izsák áldásával. Teljesen tisztában volt vele. Értitek? Fontos, hogy ha Istentől kaptál valamit, Istentől van egy elhívásod, van egy szolgálatod, van egy küldetésed, akkor bármilyen nehézség is van, abba tarts ki. Mindegy, hogy minden ellene mond-e. Ha Isten helyezte a szívedre, ha meggyőződésed, hogy ez az Úrtól van, akkor maradj meg benne, tarts ki benne, állj meg benne szilárdan. Ez meg fogja őrizni a szívedet, meg fogja őrizni a lelkedet, szellemedet, meg tudod magad majd őrizni ezzel kapcsolatban. Jó, legyen példa előttünk Józsefnek az élete. Nézzük a következő szereplőt, Naomi. Tavaly már egy kicsikét beszéltem Rút könyve kapcsán a kenyérházáról, mikor problémák vannak. Történetet jól ismerjük. Naomi, akinek az a nevének a jelentése, hogy gyönyörűségem, szépségem, kedvesem, egy rossz döntés következtében családjával az éhínség elől Moab földjére menekül, mintegy 10 éves ott tartózkodás után, elveszíti a két fiát, elveszíti a férjét, gyakorlatilag nincs telenül, érkezik vissza Betlehem földjére, és azt olvashatjuk a Rút könyvének első részének a 13. versében, mondja a két menyének, Orpának és Rútnak, ugyan megvárhatnátok-e őket, míg felnőnek, mármint, hogyha útba gyerekei, fiai születnének, ugyan megtartózhatnátok-e magatokat miattuk, hogy ne menjetek férjhez, nem édes lányaim, mert nagyobb az én keserűségem, mint a tietek, mert elért engem az Úr keze. Az egész családot leuralt a keserűség szelleme. Nyilván a két lány azért, mert korán özvegyek lettek, és nem voltak gyermekeik, és Naomi is, mert meglátta azt, hogy ebben valahol Isten keze van. Valamiért Isten megengedte ezt a dolgot az életemben, hogy keserűség érjen, és a 20. versben olvashatjuk, amikor visszatér a földjére már, ő ezt mondta nekik, mármint a város lakóinak, ne hívjatok engem Naominak, hívjatok inkább Márának, mert nagyon megkeserített engem a mindenható. Névváltoztatása is hajlandó volt, nyilván akkor még nem volt kormányablak, nem lehetett ezt papíron elintézni, de Naomi azt mondta, hogy most már ne így hívjatok engemet, hanem úgy hívjatok, hogy Mára. Nagyon megkeserettem. Isten megkeserítette az életemet. Ilyen szívvel jön vissza. És mégis azt látjuk a Rút könyvéből, hogy idézőjelben happy end-el végződik. Miért? Mert Naomi a legrosszabb helyzetben is, a legnagyobb keserűség közepette egy nagyon-nagyon jó döntést hozott. Mit csinált? Visszament Isten népe körébe. Egy szál menekült el a hón alatt, egy idegennel, egy bevándorlóval, visszamegy. És nem olvassuk azt, hogy városba szidnák őt, kitaszítanák őt, megvetnék őt. Mert mit csinálnak? Elkezdik segíteni és támogatni Naomit. Isten népének nagyon nagy szerepe van abban, hogyha keserűséggel telt emberek megjönnek egy gyülekezetbe, egy közösségbe, hogy visszatérnek az Úrhoz, hogy hogyan segítünk nekik. Hogyan fogadjuk a tékozló fiakat és tékozló leányokat.
szeretettel, segítőkészséggel, támogatással segíten a felépülésüket? Vagy jó, megtűrjük őket, ott hátul üljetek le, mert 10 évet eltékozoltatok az életetekből, megvárjuk, míg 10 év alatt megfelelő lélek gyümölcsét teremtek, hogy valamennyire meg is bízzunk bennetek? Nem. Szeretettel, tisztelettel, ahogy Krisztus is visszafogadta őket. Úgy fogadni őket. Tehát Naomi nagyon jó döntést hozott egy nagyon-nagyon rossz helyzetben. Visszajött Isten népe körébe. A gyógyulás egyik legfontosabb helye. És abból is lehet látni, hogy Isten elkezdett dolgozni és munkálkodni benne, hogy az egész város nem vált keserűvé miatta. Nem egy rossz példa lett, hanem a városban élőknek a segítsége, támogatása fordította meg Naominak a helyzetét, és tudjuk, hogy Ruth is férjhez megy Boázhoz, megszületik a kis unoka, Obed, ami azt jelenti, hogy Isten dicséretét éneklő. Ott fogja a kezében az unokáját, Isten teljesen helyreállítja Naominak az életét. Nagyon mélyre jött, nagyon rossz döntéseket hozott, nagyon megkeseredett az élete, de azt látjuk, hogy visszatért Isten népe körébe, visszajött az Úr közösségébe, és segítettek neki meggyógyulni, segítettek neki helyreállni, sőt, még abba a kiváltságba is részesedett, hogy Ruth révén belekerült a messiás családfájába. Ezért ez hatalmas karrier, ha belegondoltok. Mindent elveszít, telve van keserűséggel, de Isten rehabilitálja őt, meggyógyítja őt, mert engedte, hogy Isten meggyógyítsa őt. És végül, de nem utolsó sorban, mert több példa is van, Anna. A történetét jól ismerjük Annának, 1 Sámuel 1 és a második részében olvashatunk elsősorban róla. Efraim területén, Jeruzsálemtől északra laknak a férjével, Elkánával. Van egy másik házastársa is ennek a férfinak, Elkánának, tehát a több nevűség ebben az időben ugye nem volt probléma, több oka is volt, a mózesi törvények szabályozzák is ezt a kérdést, és Annának volt egy problémája. Annának mi volt a problémája? Meddő volt, nem lehetett gyermeke. Azt olvashatjuk az 1 Sámuel 1:10-ben, miután a környezetében nem kellő mértékű támogatást kapott Peninától, a másik asszonytól, akinek már voltak gyermekei, állandóan cikizte őt, meg piszkálta őt, meg állandóan féltékenységre ingerelte, mert neki már ugye több gyermeke is volt, és akkor annál azt olvashatjuk az 1 Sámuel 1:10-ben, miután felmentek a silói sátorhoz imádkozni, illetve áldozatot bemutatni évente, az asszony lelkében elkeseredve könyörgött az Úrnak, és igen sírt. Itt az a nagy különbség Izsákkal és Rebekával kapcsolatban, hogy itt nem a ruach kifejezés van, hanem a nefes. Vagyis Annának ez a keserűsége a lelki szintnél tetőzött. Nem engedte, hogy a szíve és a szelleme teljesen átadja magát a keserűségnek. Hiába volt nagyon gonosz a környezete, hiába voltak nagyon rosszak a körülményei, Annának volt egy titka, pontosabban 2 titka volt. Az egyik az, hogy nagyon-nagyon erős és stabil Isten képe volt. Nézzétek meg a második fejezetben Anna, hogy imádkozik. Néhány keresztény elszégyelhetné magát, ahogy ma imádkozik. Annának olyan Isten képe volt, hogy megdöbbentő, ha elolvassátok. Miután megszült a gyermeket. Olyan dicséretet mond, nézzétek meg majd ott hol. Isten, aki hatalmas, erős, magtalannak gyermeket ad, öl, elevenít, sírba hoz, felemel, rengeteg dolgot mond. Egy olyan szívű asszony volt, aki tudott imádkozni. És ezért is ment az Úrhoz. Ez volt az egyik titka, hogy egy nagyszerű Isten képe volt. Tudta, hogy neki az ő istene, Jahve, Izrael Isten, a szövetség istene, egy mindenható Isten. Nem egy tutyimutyi Isten, nem egy bávány Isten, hanem a mindenható Isten. Ez volt az egyik titka. A másik titka, hogy volt egy jó férje. Nézzétek meg, Elkána, a férje, bátorítja őt. Nem engedi, hogy belecsúszson a keserűség legmélyébe a felesége. Nyilván azzal bátorítja, amivel abban az időben tudja, hiszen nem voltak még laborok, meg ilyen különböző meddőségi centrumok, meg ilyenek, hanem mondja neki, hogy Anna, nem többet érek én neked néhány fiúnál. És nem elküldi az asszonyt, nem elzavarja az asszonyt, nem megbélyegzi, mert nincs gyermeke, nem károsztatja őt, hogy tőled nem származik utódom, nem tudok kinek örökséget adni még,
nem kárhoztatja az asszonyt, ott áll mellette, és segíti a feleségét. És ezért nem került bele Anna a keserűség legmélyébe, és csak a lelkéig jutott el az a fájdalom, ami a meddősége miatt volt, és Isten megáldotta őt egy gyermekkel. És milyen gyermekkel áldotta meg? Sámuellel. És ez az a Sámuel, aki behozza Izraelbe a prófétaság intézményét, Sámuel az, aki elindítja a királyságnak a korát, ez a Sámuel az, aki a profétikus dicsőítésről látást ad Dávidnak, felkeni Dávidot, Sámuel az, aki létrehozza a proféta iskolát, egy generáció is korszakváltáshoz létre Izraelnek az életében. Miért? Mert volt egy megkeseredett lelkű asszony, aki rábízta Istenre, hogy bármi is lesz az életemben, akkor is nem adom fel az Istenbe vetett hitemet. És a hitének ez lett a gyümölcs, és ez lett a jutalma, hogy győztesen tudott kijönni. Volt egy nagyszerű istenképe, és volt egy nagyszerű férje, aki ott állt mellett, aki fogta a kezét, és mindig vitte az áldozatot, és mindig bemutatta, és mindig imádkozott, és mindig harcolt érte. És Annának a szívét semmi sem bizonyítja jobban, amikor megkapja ezt az elsőszülött gyermekét, az első gyermeket, akire annyira várt, ki tudja, hogy hány évig imádkozott, ki tudja, hogy hány évig küzdött Peninával, mi az első dolga? Visszaadja Istennek. Nem ragaszkodik hozzá két kézzel, nem betonozza be otthon, hogy innen már fiam ki sem ész, mert a hajatszála se görbülhetnek, nem veszi ott körül ezzel a túlzott anyatigris mentalitással, hanem azt mondja, Uram, tőled kaptam, neked adom. Felajánlja a gyermekét Istennek, és Isten ad még neki 5 gyermeket. Ebből lehet látni, hogy Annának a szíve nem volt a keserűség állapotában, és nem ragaszkodott ahhoz, hogy megtartsa ezt a gyermeket foggal körömmel, hanem azt mondta, ez Isten kezében lesz jó helyen. És Nazírt nevelt belőle, olvashatjuk az igében. Nazír fogadalmak kapcsán már beszéltem erről. Jó, tehát nagyon röviden erről az 5 szeméről, és a Bibliában nagyon sok ilyen személy van, nagyon sok tanulságot lehetne még ezekből levonni. Nyilván nem Freud és Jungi mélységekbe belemenve, de számtalan példa van még a Bibliában. Még csak egyet így megemlítek, ami így eszembe jutott, hogy amikor a kezeletlen keserűség problémát okozhat például mondjuk a vezetésben, emlékezhettek, hogy Dávid mellé milyen harcosok gyűltek össze kezdetbe? Megkeseredett lelkű emberek, adósok, földjüktől megfosztott emberek, Saul által zaklatott emberek, összegyűjtötte őket, és hát úgy valamennyire a vezérük lett a felkenetése után. És amikor a síkságon vannak, megtámadja őket egy déli rabló horda, miközben Dávid harcol, vagy oda van, és mi történik? Ezek a megkeseredett szívű emberek megint megkeserednek, és Dávidot meg akarják kövezni, meg akarják ölni. Ott vannak már Dávid mellett egy jó pár éve, és ez a keserűség mindvégig ott volt az életünkben. És az első reakció az volt, amikor nehézség érte őket, hogy Dávid a felelős, ő a hibás mindenért, öljük meg, és akkor megoldódik a probléma. Megoldódott volna? Nem oldódott volna meg. Csak kerestek egy felelőst, akin úgymond elverhették volna a port. És a keserűség gyökerének ez is szintén egy súlyos következménye, hogyha valaki nagyon beleforgatja magát egy konkrét személlyel vagy személyekkel kapcsolatban, és a szellemébe beég ez a fajta fájdalom és keserűség, akkor képes addig forgatni magában ezt a dolgot, hogy azt várja, hogy mikor tud majd elégtételt venni. Keresse a lehetőséget és az alkalmat, hogy mikor tud bosszút állni az őt átsérelmekért. Ezért sem szabad megengedni. Dávidnak az emberei sajnos belekerültek ebbe a dologba. Biblia beszél még egyébként a halállal való keserűségről, illetve Jobnak egyéb ilyen problémáiról, de szerintem az ugye elég egy áttekintő kép volt a Ószövetségben, illetve a múltkor az Új Szövetségben beszéltünk Pálról és Szilászról, hogy nem keseredtek meg a börtönbe a misszió kezdetén, illetve Simon Mágussal kapcsolatban nem tudjuk, hogy a végén megtért, és akkor mondtam azt a figyelmeztetést, hogy van egy olyan pont, amikor már nem biztos, hogy vissza lehet térni, és még Péter is, akinek a kulcsok hatalma van, az oldás és kötés hatalmával apostoli tekintélyen rendelkezik, még ő is csak feltételes módban beszél arról Simon Mágusnak, hogy hát, ha megbocsátja neked az Isten. Nem biztos, lehet, hogy megfogja, de lehet, hogy nem. Még Péter is bizonytalan volt abban a kérdésben, hogy amilyen messzire elment Simon Mágus a keserűségben, teljesen megkötözte őt, hogy abból van-e már visszaút, vagy nincs. Ezért nem szabad megengedni, hogy a lelki szinten ne dolgozzunk fel dolgokat, és beengedjük a szívünkbe, a szellemünkbe, hogy ott egy nagyon totális pusztító munkát tudjon végezni.
Nézzük akkor a keserűségnek a tüneteit és következményeit. Egy jó pár dolgot felsoroltam, nem fogok mindenről részletesen beszélni. Ahogy mondtam, nekem nem elsősorban ez az ajándékom, hogy a lelki gondozással foglalkozzak, de szívesen segítek abban, hogy néhány gondolatot megosszak Isten igéje alapján ezzel a témával. És itt egy nagyon fontos dolog van, amiről most beszélni fogok, nem minden a keserűség gyökeréhez kapcsolódik. Tehát vannak olyan dolgok, amik máshol is megjelenhetnek, nem csak itt, tehát nem kell mindenben a keserűségnek a gyökerét keresni, ahol esetleg nincsen, de a legjellemzőbb tünetei a keserű szívnek vagy a keserű léleknek, majd ez a néhány dolog lesz, amit itt fel fogok sorolni. Az egyik ilyen dolog, amit itt első helyen megemlítettem, ez a személyes elszigeteltség, az embereknek a kerülése. Amikor valakinek a keserűség gyökere elkezd a szívében munkálkodni, és elkezd haragot, dühöt, vagy bármilyen frusztráltságot érezni a másikkal szembe, akkor az egyik legszembetűnőbb jele, hogy kerüli az embereket. Különösen azt a bizonyos személyt kerüli, nem akar vele egy társaságban lenni, egy közösségben lenni, és ez bizonyos helyeken megoldható, de munkahelyeken nagyon nehéz. Főleg, ha még egy irodában is vagytok. Akkor ez úgy általában nehéz szokott lenni, de mindig egy figyelmeztető jel lehet az, hogyha valakinek a társaságában nagyon nem érzitek jól magatokat, problémátok van azzal a személlyel, akkor vizsgáljátok meg, hogy esetleg nem elindult el valami bennetek, és legyetek készek arra, hogy esetleg ha probléma volt, akkor azt rendezni, illetve amennyire rajtatok áll, ahogy az ige is mondja, próbáljátok meg békességben élni. Tehát az ilyen embereknek szokott esetleg még az is előfordulni, hogy a gyülekezeti alkalomra utolsóként jönnek és elsőként mennek. Hogy ne kelljen beszélni senkivel, ne kelljen találkozni senkivel, és a vasárnapi Isten tisztelet is csak egy ilyen kötelező programmá válik, hogy legyünk már túl rajta, és ne kelljen a végén senkivel sem beszélgetni. Ez azért figyelmeztető és intőjel lehet. A következő, ez valamilyen szinten érthető is emberileg, ez a bizalmatlanság. Hát valaki, ha sokszor ér át csalódás, vagy sokszor megbántják, vagy sokszor megsértik, akkor előfordulhat az, hogy bizalmatlanná válik, és bizony az is előfordulhat nem egy esetben, hogy azért is lesz bizalmatlan, mert nem akar újabb sebeket kapni. Nem akar újabb csalódásokat átélni, nem akar megint olyan dolgokon keresztül menni, amiken korábban keresztül ment, és még lehet, hogy azoknak a sebei is benne vannak, és még abból sem tudott meggyógyulni. Az ilyen embereknek gyülekezeti táborban nagyon jó volt a bizalomról hallani ezzel kapcsolatban, hogy az ilyen embereknek igazából abban kell segíteni, hogy olyan tudnak egy bizalmat felépíteni az életükben, hogy, és itt is az is probléma lehet, hogy valaki nagyon ilyen hiperérzékeny, tehát nagyon-nagyon hamar megsértődik, nagyon hamar elveszíti a kontrollt, amikor valaki esetleg úgy viccesen szól hozzá, vagy valami. Ez a hiperérzékeny állapot sem jó, tehát ha ilyen van az életünkben, azért ezt is vizsgáljuk meg, de ha ilyen bizalmatlanság légköre van, illetve az újabb sebektől való félelem van bennünk, akkor nyugodtan imádkozzunk ezért, hogy Isten minél hamarabb gyógyítsa be a sebeinket, és nyilván nem kell mindenkivel nagyon mélyen kapcsolatot kialakítani vagy létrehozni, de nyilvánvaló, hogy akik folyamatosan csak bántanak bennünket, meg akarnak sebezni, nyilván azoktól való távolságtartás egy teljesen természetes dolog, egy védekezési dolog az embernek a részéről. A következő meggyengült imaélet, ennek is sok oka lehet, a keserűség esetén általában akkor szokott fellépni, amikor valaki megharagszik Istenre. Imádkozik már egy dologért hetek, hónapok, vagy esetleg évek óta, és nem történik semmi. Van egy adott krízis helyzet, nagyon gyorsan kéne dönteni, elkezd imádkozni, és Isten nem válaszol neki, és nagyon rossz döntést hoz, és később meg kell neki bánni, és súlyos következményei lesznek. És ilyenkor az ember hajlamos arra, hogy azt mondja, azért se fogok imádkozni. Majd megtudja az Isten, hogy ha majd én nem állok a helyemen, és akkor nem fogok. Ezzel csak saját magunknak okozunk kárt. Tehát amikor az életünk egy kicsit meggyengül, és már nincs kedvünk imádkozni, vizsgáljuk meg azt az életünkbe, hogy nem-e volt valami oka annak, hogy kerüljük az Istennel való kapcsolatot és közösséget. Ahogy mondtam, a szellemi részünk, ahol megéljük az Istennel való közösséget és kapcsolatot, ha az elkezd behálózódni ezzel a keserűség gyökerével, idáig is el tud hatni, hogy már nem is akarunk imádkozni, nem is vágyunk imádkozni. Nincs kedvünk imádkozni már az Úrhoz. Leapad az ima életünk, teljesen elfolyik az életünkből a imádságnak a lelkülete,
És ahogy mondtam, ez nyilván több oka is van, de a keserűség esetén általában az ilyen meg nem hallgatott imádságok, vagy Isten nem úgy hallgatta meg az imámat, ahogy én szerettem volna, mert én kitaláltam, hogy mit szeretnék, ehhez kértem Isten támogatását, aki bezzeg, mivel szuverén, ezért nem tette meg, és akkor most nyilván Isten fogom ezért hibáztatni. Jobb könyvében is számtalan ilyen igét olvashatunk, amikor Jobb Istent vádolja, hogy ezt csinálta az örökkévaló velem, azt csinálta az Úr velem, meg ilyenek. És Jobb könyve az, amiben a legtöbbször szerepet áll a keserűség kifejezés. És Jobb könyvét azt mindenkinek ajánlom, aki emberekkel foglalkozik, mert ha valaki úgy alaposan végigvizsgálja a Jobb könyvét, mondjuk a harmadik résztől a könyvnek a végéig, akkor gyakorlatilag egy ilyen pszichiátriai disszertációt írhatna az emberi személyiségből, mert olyan mélységek vannak benne az ember lelkéről, szelleméről, gondolkodásmódjáról, érzésvilágáról, amit voltak tudósok, hogy évtizedekig kutattak. Jobb két mondatba elintézte, és neki volt igaza. Csak ő egy kicsikét korábban élt, ő hamarabb volt, mint a pszichoanalitikusok, de nyilván ugye Jobbnak a kijelentéseit ezt Isten által kaptuk meg. Tehát nézzétek át Jobbnak a könyvét, nagyon sok tanulság van ezzel kapcsolatban. A következő rossz egészségi állapot, depresszió, pszichoszomatikus tünetek, szintén nagyon gyakori dolog, hogy amikor megbetegszik a lélek, vagy az embernek a szelleme, akkor ennek bizony testi következményei is vannak. Az ember testében alakulnak ki különböző problémák. Nyilvánvalóan mindenki tudja, hogy a harag, a neheztelés, a düh, milyen sok a stressz, az idegeskedés, milyen sok érrendszeri problémához, a nyakcserezavarhoz és egy csomó minden máshoz társulhat. És nagyon sokszor, ha az ember meggyógyul ezekből a lelki problémákból, sebekből, a keserűség gyökeréből, ha éppen ez volt a kiváltó oka, akkor sokszor ezek a panaszok vagy maguktól eltűnnek, vagy nagyon rövid időn belül helyre fognak állni, és meg tud gyógyulni az embernek az egészsége. Korábban már beszéltem erről, hogy a sátán mindig kívülről befele rombol, az Úr pedig belülről kifele épít. És amikor például valaki megvan telve Isten igéjével, megvan telve Istennek a beszédével, akkor azt olvashatjuk, hogy még ez az embernek gyógyulás lesz a csontjainak is. Egészen a fizikális testéig tud hatni Istennek a gyógyulása, nem csak a lelki részt, hanem a fizikális részt is meg tudja gyógyítani. A következő Izsák kapcsán jött ez ugye fel, a halványuló és az eltűnő öröm szintén kapcsolódik a depresszióhoz. Amikor valaki a keserűségben van, annak őszinte mosolyt nem látsz az arcán. Lehet, hogy van egy ilyen baptistás mímosoly 30 méter mély örömmel a lelke legmélyén, valahol megtalálod nyomokban, ebetűvel körülbástyázva, de igazából az ilyen embernek nincs öröm az életében. Mert mindenre keserű, semmi nem jó neki, minden csak probléma, minden csak nehézség, nincs egy idézőjelben pozitív gondolata, nem tudja normálisan látni a jövőjét, elkezd elhalványon az öröm az életében. Izsák az örömembere volt, és mégis egy megkeseredett, halálvágyó emberré vált. Isten királyságának mi a jellemzője? Igazság, békesség és Szent Szellemben való öröm. Amikor az ember szellemileg jól van az Úrban, amikor az ember élete kiegyensúlyozott és egészséges krisztusi módon növekszik, akkor az öröm az egy természetes dolog. Az belülről fakad, belülről jön, azt nem kell megjátszani, nem kell erőltetni, az teljesen természetes dolog. És amikor a keserűség gyökere bejut a szívbe, elkezdi a szívet, az embernek a belső részét megemészteni, elkezdi behálózni, akkor ezek az életnek ezek a jelei, a királyságnak ezek a jelei elkezdenek elhalványulni és eltűnni. Többek között az örömnek a kenete, az örömnek a jelenléte, holott tudjuk, hogy a messiás felkenetésének is mi volt az alapja. Felkent téged az Isten, a te Istened, örömolajával társaid fölé. Felkenetésünk egyik része az öröm. Még akkor is, hogyha nehézségek, harcok, próbák vannak, Isten királyságának az el nem múló öröme ott kell, hogy legyen az életünkben. Látás hiánya, Izsák kapcsán ugye szintén feljött ez is. A keserűségnek van egy olyan pontja, amikor már nem csak az ember lelkében van benne, amikor a reménytelenség érzése felbukkan. Az azt jelenti, hogy a keserűség gyökeret vert. A lelki részben még nem szokott megjelenni a reménytelenségnek az érzése. Akkor az ember még küzd, harcol, annába se jött fel a reménytelenség érzése, hogy nekem már soha nem lesz gyermekem, fel sem megyek a silói sátorba, én nem fogok imádkozni,
Majd az ember felmegy, majd ő áldozik, majd ő imádkozik, majd ő beszél a főpappal, én itthon maradok, nem megyek sehova, engem nem érdekel semmi. Nem, Anna ugyanúgy felment évről évre, hónapról hónapra, amikor kellett, és imádkozott, és könyörgött, és harcolt. Mert volt egy jó Isten képe, de nem engedte át magát a reménytelenség érzésének. Amikor a reménytelenség ott van az ember életében, az már azt jelenti, hogy a keserűség állandósult. Amikor az ember úgy gondolja, hogy nem érdemes már tovább élni, nem érdemes tovább szolgálni, nem érdemes ebbe a házasságba maradni, nem érdemes ebbe a kapcsolatba maradni, ebbe a gyülekezetbe maradni, ott a keserűség gyökere állandósult. A reménytelenség érzés a legnagyobb figyelmeztető jel a keserűség gyökere kapcsán, hogy az ember elveszíti a realitását, és teljesen befonta a szívét és az életét, nincs már meg az Úrral való közössége, nincs már meg az Úrral való kapcsolata, a Szentlélek nem tudja már behozni a reménységet és a jövőképet az életébe, elveszíti a szellemi látását, Istennek az ígéreteiben nem tud mit kezdeni. József nem jutott idáig. József szépen végigment ezeken az állomásokon. Ő nem vakult bele, ő nem adta fel, ő engedte, hogy Isten az álmait végigvigye az életébe. Ott volt a reménység az életébe, a reménység Istene ott volt a szívében. Ez egy nagyon fontos jel, a reménytelenség, amikor valaki így beszél, hogy már nincs jövőképe, nincs miért élnie, nincs miért szolgálnia, nincs miért gyermeket vállalni, nincs miért gyermeket felnevelni, mert mi haszna van. Értitek? Erre nagyon figyeljetek oda. Amikor a reménytelenséget tapasztaljátok valakinek az életében, és ez a beszédéből ki fog jönni, akkor majdnem biztosak lehettek abban, hogy a keserűség gyökere már nagyon-nagyon mélyen be van ágyazva. És ez a reménytelenség azért is veszélyes már ebben az állapotban, mert a sátán megtévesztő munkája miatt már az is felmerül ilyenkor, hogy engem már Isten sem szeret, Isten is elutasított, Isten sem fogad el, és kerülni fogja az Úrral való kapcsolat rendezésének a lehetőségét. Azért veszélyes. Mert nem csak az emberekkel való kapcsolat és a személyes élete megy tönkre, vagy a körülötte lévő életét fogja majd tönkretenni, hanem magával az Istennel való közösséget és kapcsolatot. Ézsau iráig jutott el, és nem találta a megbánásáit. Nem volt már jövőképe Ézsaunak. Addig látott, hogy Jákobot megölöm, akkor talán valami még lesz a dologból, eddig látott és nem tovább. És hozott nagyon-nagyon sok rossz döntést már utána. Isten minden ígéretét, áldását és az Ábrahámnak adott ígéretek teljes figyelembevételével hozta meg. Jó, tehát erre nagyon figyeljetek oda, a reménytelenség jelzése. Ez a reménytelenség az a szellemi részen van, a csüggedés állapot az még a lelki területen van. Amikor az ember elcsügged, ott kell majd vigyázni egy picit, hogy ne csúszson bele a reménytelenségbe, mert a csüggedés az előfordul, meglankadnak az ifjak, megerőtlenedek még a leggyengébbek, vagy a legerősebbek is. Ez előfordulhat, ez lelki szinten azért, nem azt mondom, hogy természetes, de előfordul, de innen ne billenjünk tovább. Tehát itt lelki résznél azért fogjuk meg ezeket az eseményeket. Következő, harag és düh mindennel szemben és mindenkivel szemben. Ez is nyilvánvalóan, ez nem feltétlenül még a szívben vagy szellemben lévő dolog, de már ott is megjelenhet. Ha az ember jobban elengedi. Igazából onnan lehet a kettőt megkülönböztetni, hogy amikor a harag már gyűlölettel párosul, vagy bosszú vágyal, ott már majdnem biztosra lehet venni, hogy az már a szellemben van az embernek az életében. Mert ahogy mondtam, a haraggal nem szabad lefeküdnünk, a haragot még a lelki részből ki lehet dobni, ki lehet vetni, még ezzel tudunk valamit kezdeni, ez egy normális reakció, de amikor engedjük azt, hogy én hogyan fogok bosszút állni, hogy fogok én is visszavágni neki, hogy fogom beárulni a főnöknél, vagy mit tudom én, leeresztem én is a kocsi a kerekét, vagy valami ilyesmi, ott azért már vigyázni kell, amikor már a személyes bosszúvágy is fellép, na az már az a súlyosabb kategóriának a része, amikor nem engedjük meg, hogy rendezzük magunkba ezt a sértést és a problémát, hanem ez már bosszúvágyal párosul, és mindenképpen elégtételt szeretnénk venni azon, aki nekünk úgymond látszólag, vagy vélt, vagy valós módon a sérelmet, vagy a bánatot okozta, ahogy Ézsau is akarta tenni Jákobbal. Mások hibáztatása, sorsuk rosszra fordulásáért, ez is nagyon hasonló az előzőhöz, és korábban is beszéltem már erről, hogy meg lehet figyelni, hogy a megkeseredett emberek, azok általában mindig támadják és piszkálják a sikeres embereket. Akik idézőjelben látszólag vagy valóban sikeres emberek, akár a szolgálatban, akár a mindennapi életben, akár a munkahelyi előre menetelben, vagy a gyülekezeti szolgálatban,
elkezdik azokat az embereket lejáratni, elkezdik rágalmazni, megvádolni hamis vádakkal, csak azért, mert ők sikeresebbek, mint ők jelenlegi abban állapotukban. Velük van a probléma, de kivetítik ezt a sérelmüket másra, és azt hiszik, hogy nekik attól jobb lesz, hogyha másokat is tönkretesznek, vagy mások hírnevét is besározzák, hogy attól az ő lelkük majd megkönnyebbül, és ők is jobban fogják majd magukat érezni. Ez egy súlyos becsapás. Mindig, amikor valaki a jelenlétetekben mást elkezd szidni vagy vádolni, akkor nyugodtan fogjátok kézen, és mondod, hogy menjünk oda ahhoz az emberhez, és akkor beszéljük meg hármasban. Ott mondd el neki ezt a problémádat. Higgyétek el, nem biztos, hogy többet szóba fog állni veletek. Itt kell kezelni ezt a dolgot. Nem szabad megengedni. És lehet, hogy valamilyen szinten igaza van. Lehet, hogy valami butaságot csinált az a személy, vagy tényleg, mert nem vagyunk tökéletesek. De rágalmazni, szidni és vádolni csak azért másokat, mert látszólag több a fizetése, nagyobb autója van, három téglával több anyagból készült a háza, csak ezért valakit bemártani és kárhoztatni, nagyon nem szerencsés dolog. Meg kell elégednünk azzal, ami van. Ez ége világosan mondja, hogy Isten minden javunkat befogja, minden szükségünket be fogja tölteni, megáll bennünket javaival, áldásaival, és ez lesz a mi kegyelmünk, ez lesz a mi áldásunk, és az Úr áldása meggazdagít bennünket azzal, semmi nem szerez bántást. Nem kell félni, hogy nap ránk jön, vagy valami, mert az Úr áldása az kikerüli ezeket a földi dolgokat. Következő, nem vállalnak terheket a közösségét és a családjukért. Szintén jellemző dolog ez is, hogy a megkeseredett ember, attól függően, hogy éppen milyen állapotban van, ő annyira befordul magába, annyira magával van eltelve, hogy őt már nem érdekli, hogy mi van a családjával, nem érdekli, hogy mi van a gyülekezettel, kivonja magát a gyülekezeti szolgálatok alól, ott hagy szolgálati területeket, feladja a szolgálatát, mert éppen talán valamilyen sértés vagy bántás érte, vagy látszólag kudarcokat él meg a szolgálatban, mert éppen a szolgálatnak van egy krízise, és egy jó vezetőnek meg kell tanulni a krízis helyzeteket is kezelni, meg kell tanulni a nehézségeken átlendülni, keresni kell a problémának az okát és a forrását, nem pedig bedobni a törölközőt. És nem elhanyagolni azt, amire Isten elhívott bennünket, hanem harcolni érte, küzdeni kell érte, ahogy Nehémiás idejében is olvashattuk, hogy harcoljatok fiaitokért, feleségeitekért, lányaitok vagy gyermekeitekért, mert valamikor egy ilyen időszak van. De egy megkeseredett lelkű ember az el fogja hanyagolni ezeket a dolgokat. Ő nem fog foglalkozni, ő annyira magá körül forog, az egója körül forog, hogy bármikor beszélgetsz vele, csak az lesz a lényeg, hogy bele van, bele mi történt, az ő, az én. Mindig ez lesz a középpontja. Nem tudsz vele beszélni a családjáról, nem tudsz vele beszélni a munkájáról, a szolgálatáról, mert senki és semmi más nem érdekli, csak az, hogy az ő pici énjével mi van, hogy őt valaki vagy valamikor megbántotta, és neki emiatt a sok frusztráltság meg nehézség miatt nincs ideje a családjára, nincs ideje a gyülekezetre, a kapcsolatai építésére, stb. Idáig is elmehet ez a dolog. Tehát nem, ahogy mondtam, nem minden esetben a keserűség az oka ennek, mert lehet, hogy valaki azért nem foglalkozik a családjával, mert mondjuk valamilyen függőségben van, mondjuk valami videójátékkal vagy bármivel, és inkább 10-12 órát számítógépezik egész nap, mint hogy a gyerekét levigye a játszótérre. Van ilyen is, amikor a függőség okozza, de valamikor a keserűség áll a mögött, hogy az ember nem vállalja fel a terheket és a felelősségeket. Önkontroll és önuralom hiánya. Ez is már a szívben, a szellemben lévő meggyökerezett keserűség, amikor az ember már nem tudja az indulatait és az érzelmeit kordában tartani. Hát amikor valaki olyan állapotban van, hogy bármikor beszélsz vele, kidagadt nyaki ütőjére kiabálja a problémáit, nagyon hamar felcsattan, nincs önkontrollja, nagyon hamar elveszíti az érzéseit, nagyon banális esetekben, nagyon banális helyzetekben is, az már azt jelenti, hogy már nem tudja kezelni a lelkében lezajló folyamatokat, akkor már szelleme dobálja kifele magából, és ez már a megfertőzésnek az állapota, amikor a meggyökerezett szívből másokat, ahogy az ige is mondja, felnövekszik, és ahogy olvashatjuk az igében, hogy másokat megzavar és megfertőz, ez már ez a szint, ez az állapot, ami képes tönkretenni közösségeket és gyülekezeteket. Egy ilyen szívű ember, amikor már nem tudja az önkontrollt tartani, és kitör belőle, kizúdul belőle minden, megbánt testvéreket, megsért embereket, tönkretesz szolgálatokat, csak azért, mert nem tudja tartani a száját, nem tudja fékezni a nyelvét és a beszédeit, esetleg még a kezét se. Ezek mind annak a jele, hogy elvesztette az önkontrollt az élete fölött. Behálózta a szívét, egy nagyobb erő vette át,
a hatalmat az életében. És nagyon érdekes, amikor azt olvashatjuk itt a Zsidók 12-ben, hogy nehogy sokakat megzavarjon a felnövekedett keserűség gyökere. Ez szó szerint azt jelenti, hogy valakit, valamit nyugtalanít, kínos, gyötör. Tehát nem jó még a jelenlétében se lenne egy ilyen embernek, mert mindig azt érezzük, hogy valami nagyon-nagyon komoly probléma van. És ez fordítja egyébként a görög szöveg a Héberben úgy, hogy beteggé tesz, megbetegít. Tehát az emberek megbetegítik a maguk körül élőket. Mint ahogy a keserű víz is megbetegíti az embereket, tönkre tudja tenni a mérgező víz az embereket, ugyanígy ezek az emberek is megfertőzik a környezetüket, tönkre teszik a körülöttük élő embereket, mert nem tudnak önkontrollt gyakorolni. Most majd látni fogjuk, nem a mai alkalommal, már látom, hogy három rész lesz. Fogunk beszélni majd arról, hogy ennek lesz majd az ellenpólusa, hogy ezt tudjuk kezelni, a szellem gyümölcse. A szellem gyümölcsében szépen benne van az önuralom, az a képesség, hogy tudunk önuralmat venni a beszédünkön, a szokásunkon, ha kell az étkezésünkön, nagyon sok dolgon. Erről már részletesebben is szeretnék beszélni a következő alkalommal. Mondjuk az is a vége fele lesz, tehát remélem azért a három részbe ez bele fog majd férni. A következő szolgálati területek és a szolgálatoknak a feladása, ezt már korábban érintettük és említettük, erről már nem beszélek. Az istentiszteleti alkalom és a közösség gyakorlása háttérbe szorul, ez már tulajdonképpen a legvégső kifutása, amikor valakinek annyira megkeseredik az élete, hogy már a gyülekezeti közösséget, a gyülekezeti kapcsolatot sem ápolja, megszakítja a testvérekkel való közösséget. Intő is figyelmeztetője a házi csoportos alkalmaknak az elmaradása, az istentiszteleti alkalmak alkalmankénti vagy nagyon ritka látogatása. Ők lesznek azok a perifériás keresztények, akik leghamarabb áldozatául esnek majd a különböző tévegéseknek, tévtanításoknak. Nagyon hamar olyan közösségbe és gyülekezetbe kerülhetnek a megtévesztés miatt, amik maguk is megtévesztés alatt vannak. Tehát egy olyan ördögi kör tud beindulni ezzel, amelyet nem kívánok senkinek, és nehogy az Ézsau szindróma lépjen fel ebben az esetben is. Tehát nagyon fontos, hogy a keserűségnek a gyökere bármilyen szinten is jelentkezik, azzal nagyon hamar vegyük fel a küzdelmet, nagyon hamar vegyük fel a harcot, és majd a következő alkalommal innen szeretném majd folytatni, hogy megnézzük, hogy milyen következményei vannak még majd a szellemi részünkben a keserűségnek, hogy milyen eszközeink vannak a gyógyuláshoz, és a végére hagynám ezt a igeverset, hogy gondolkozzatok egy picit rajta. Kolossé 2:6-7. Azért, amint elfogadtátok a Krisztus Jézust, az Urat, úgy járjatok is ő benne, meggyökerezve és benne felépülve, megerősödve a hitbe, bővölködve a hálaadásban, ahogyan arra tanítottak titeket. Három kulcs kifejezés van ebben, és bátorítalak benneteket arra, hogy a jövő héten gyakoroljátok magatokat ebben, hogy a keserűség gyökereinek ne adjatok helyet, mert a keserűség gyökerénél majd látni fogjuk, hogy kiszorítja ezeket a szellemi javakat és áldásokat. Az egyik az, hogy hol kell meggyökerezni? Krisztusba. Mert a gyökereinket eresszük bele Krisztusba, és engedjük, hogy a Szentlélek elkezdjen munkálkodni bennünk. Tehát az első, Krisztusban való meggyökerezés. A másik, megerősödve a hitben. Ha a hitben erős vagy, mint Anna, akkor ellene tudsz állni a keserűség nagyon sok problémájának, mert van egy Istenbe gyökerező hited, van egy meggyőződés, hogy egy hatalmas Istenem van, aki ráadásul az ő egyszülött fiát adta értem. És kegyelemmel teljes ember vagyok, mert Krisztus él bennem. És az a feladatom, hogy meggyökerezzek Krisztusban, és a másik pedig, hogy megerősödjek a hitben. A hitetlenség nem munkálja Istennek a királyságát. Világosan mondja az ige. Az Ószövetség áldásban és átokban, az Új Szövetség hit és hitetlenségben gondolkozik. A harmadik pedig bővölködve hálaadásban. Nagyon egyszerű történet. Meggyökerezni Krisztusban, megerősödni a hitben, és bővölködni a hálaadásban. Legyünk hálásak. Adjunk az Úrnak hálát. Ne legyünk elégedetlenek. Ha hálásak vagyunk a mindennapi ételért, hálásak vagyunk a levegőért, hogy még valamilyen szinten oxigént is tartalmaz, adjunk azért is hálát, mert ezzel sok mindent ki tudunk már köszöbölni, és elkezdhetjük a jó gyökereket megereszteni az életünkben, amelyről reménységem szerint a jövő alkalommal tudok majd még beszélni, és tudom majd folytatni, és
Jövő alkalommal már nagyon úgy néz, hogy be fogom tudni fejezni ezt a sorozatot, de látjátok, hogy mennyire gazdag ez a téma a Bibliában, mennyire érinti a mindennapjainkat, és a környezetetekben biztos ti is tapasztaltátok, hogy nagyon sok megkeseredett, megfáradt életű ember van, akiknek szüksége van segítségre, és kitől kapjanak segítséget, ha ne tőlünk. Mi, akik Isten gyermekei vagyunk, újszövetségi hívők vagyunk, papok királysága vagyunk, Isten szolgálatára elhívva, felkenve a Szentlélek ajándékaival, hogy segítsünk az embereknek. Ezért kaptuk az elhívásunkat, ezért kaptuk a szolgálatunkat. Jó, az Úr áldjon meg benneteket!